Új szerepben Olá Gergő, a népszerű énekest. Eddig még nem láthattuk valaminek az arcaként, különösen nem, ha múzeumokról van szó, de most ezt vállaltad, hogy a múzeumok éjszakájának az arca leszel, ami most június 23-ára, 24-ére virradóan lesz. Mit szóltál, amikor ezzel először megkerestek? Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Igen, ez egy nagyon-nagyon megtisztelő feladat számomra. Nagyon-nagyon oda vagyok a művészetért, és annak minden ágazatáért. Gyűjtesz is egyébként? Nem gyűjtök, tehát olyan szinten még nem. Csak nagyon tisztelem és kedvelem azokat az embereket, akik alkotnak, és mögé látni, és érezni azt, amilyen munkát, kemény munkát és érzelmeket ők beleraktak. És a múzeumokban ez mind ott van, azokban a dolgokban, amit megalkottak a művészek. Ez jó egyébként. Amúgy van, akkor ezek szerint, vagy kell legyen kedvenc festőd, vagy szobrászművész, vagy egyéb művészet? Lett egyébként például Czóbel. Voltunk Szentendrén az ő kiállításán, és tehát én konkrétan nem gondoltam volna, hogy egy festmény érzelmeket is ki tud hozni az emberekből. Uh-huh. És én ott szembesültem egy olyan festménnyel, ami belőlem érzelmeket váltott ki, és én ott nagyon el is csodálkoztam ezen, és meglepődtem. Szóval ez tényleg egy olyan dolog, a művészet, és ezen belül nagyon sok minden, ami olyan értékeket hordoz, amivel szerintem találkozni kell azoknak az embereknek, sőt mindenkinek, és a fiataloknak legfőképpen. Igen, de valahol felé is idézted, hogy még mondjuk a te gyerekkorodban a múzeumba járás az volt, hogy halkan, igen, csendben, igen. Semmihez hozzá nem lehet érni, ez azért annyira nem vonzó, főleg a mai korban. Mik a tapasztalatod, hogy ez változott sokat? Én azt tapasztaltam most, ugye, hogy így a múzeumok éjszakáját megelőzően én több múzeumba ellátogattam, és rengeteg olyan múzeumban voltam, ami interaktív volt, és be tudtak vonni engem. A gyerekekkel is elmentünk a Nemzeti Galériába, ahol élőszereplős előadásokat is láttunk, és báboztak is. Szóval ez is fantasztikus. Leültek a gyerekek, bevonták őket is, megfoghatták a bábokat. Akkor hangszergyűjteményben voltunk, ahol ki lehetett próbálni a hangszereket. Kicsit meg is őrültünk a kisfiammal az ütős hangszerekkel. Mennyi azonnal most? 6 éves, vagy 7 most már. Hát akkor most ő már élvezi. Igen, szeret dobolni, és tud is egyébként, nagyon ügyes. Úgyhogy rengeteg olyan múzeum van, ami, és igen, nagyon sok mindenkinek az az első benyomás, hogy igen, a múzeumban csak nézni. Nyilván ilyen is van, ahol nem szabad hozzányúlni, és csak nézni lehet, és nem lehet megmozgatni a dolgokat. Annyira értékes, vagy annyira eszmély értéke van. De mondom, rengeteg olyan múzeum van, ahol hozzá lehet érni, ki lehet próbálni, be lehet szállni, meg persze, lehet nézni. Persze, most meg már annyi ötletet, kreativitást belevisznek. A modern kori művészet is most már jelen van nagyon sok helyen. Ugye most a múzeumok éjszakáján 400 helyszín lesz, 2000 program, szóval van. Van kedvenced? Mert hogy annyi program van a múzeumok éjszakájában, mindig az a baj, hogy az ember azt érzi, hogy hát oké, van egy karszalag, meg tömegközlekedés, de hogy nem tud mindenhol ott lenni. Igen, hát nekem a nagy kedvencem az nyilván a hangszergyűjtemény volt. Aztán most a Czóbel. És ezen az éjszakán, ami program lesz a múzeumok éjszakáján, olyat tudsz, amiről tudod, hogy lesz, na, és hogy azt meg kéne nézni? Hát ez mind lesz, ahol én voltam. Aha. És igazából én azokat tudom ajánlani, amit én is tapasztaltam, mert azok nagyon jók voltak, de én most szombaton el fogok menni olyan helyekre is, ahol például mi a zenekarommal a Holokauszt Emlékközpontban fogunk koncertezni majd, fél egytől, hát este, éjszaka fél egytől. Mi zárjuk ott az emlékközpontban a múzeumok éjszakáját, a programot, úgyhogy mi ott is leszünk, de én még a délután folyamán a gyerekekkel több, most nem tudom igazából felsorolni, hova és mennyire, de több múzeumot is el fogok látogatni majd a gyerekekkel is. Uh-huh. Az olyan jó dolog egyébként, hogyha valami olyan arca van egy ilyen típusú eseménynek, aki láthatólag, ugye első nekifutása, mondjuk nem gondolnád azt, hogy nem, hogy érintett lenne, mert ez egy jó dolog egyébként, akár hogy egy zenész promotálja ezt. Ez a fajta felkészülés, ahol egyébként most felléptek, mert hát ez egy rendhagyó fellépés, de szerintem a te életedben is, nem? Milyen fajta előkészülést igényelt? Hát, mert itt gondolom ez valamilyen akusztikus jellegű
koncert ez egyébként? Mi alapjában véve igazából akusztikus Jó, zenekar vagyunk. Igen, és hát próbálunk egy olyan repertoárt összeállítani oda, ami méltó az emlékközponthoz is, és a múzeumok éjszakájához is. Mi igazából nagyon lendületes műsort szoktunk vinni, de itt egy picit majd vissza szeretnénk fogni, de mégis szeretnénk egy jó húzást is adni a műsornak. Autentikus ősi cigánydalokat fogunk játszani, saját és régi több száz éves cigánydalokat fogunk lesznek játszani. Lesznek különleges hangszerek is? A különleges hangszerek, a kanna is elég különleges hangszer Igen. szerintem. Az ugye lesz. Ugye van a perkásunk, aki kannán és darbukán is játszik, és a beatbox nekünk nincs úgy a dob, hanem a dobot a beatbox helyettesíti. Hegedű, úgyhogy hegedű, gitár, beatbox, bőgő, úgyhogy igen, ilyen full akusztikus. Szerintem egyébként a szülőknek az egyik ilyen fontos kérdése az, amikor már cseperedik a gyerek, hogy a kultúrát, mondjuk akár a kiállítást, hogy vigyed be az ő életébe. Tehát, hogy nagyon fontos lehet az első pillanat, hogy tényleg, hogy milyen múzeumban, mondjuk akár, hogy milyen múzeumban. Ne erőltesse, élvezze a gyerek, jól kell. Hogy az első benyomás az olyan legyen. Hogy te például ezt hogy fogod megoldani? Hát nekem ugye segített például az, hogy én ezt megelőzően ellátogattam, és a gyermekeimet is elvittem például a Nemzeti Galériába, ami nagyon tetszett nekik azonnal. Tehát az első ilyen múzeumos élményük, az pont pozitív. Jól sikerült, és pont vonzotta őket, és nagyon érdekelte őket. Nagyon szeretik a meséket, és rengeteg előadás volt ott, és bábozni is tudtak, és mondták is, hogy oda menjünk majd még vissza. Szóval ez egy tök jó dolog, hogy elvittem őket egy múzeumban, ahová még vissza szeretnének menni. Úgyhogy mindenképp szerintem azt kell a gyerekeknél előnybe helyezni, ami érdekli őket, tehát olyat, ami csak a szülőt érdekli, és na gyere, nézd meg te is, hogy ez milyen, az nem biztos, hogy jól sül el a gyereknél. Szerintem meg kell beszélni a gyerekkel, hogy mi az, ami érdekli őt, meg kell mutatni neki előtte. Meg hát ugye, hogy az iskolába, óvodába hova viszik, az sem mindegy. Igen, és hogy ott hát... mennyire tudnak velük személyre szabottan foglalkozni egy-egy nagy csoporttal. Igen, igen, az is fontos egyébként. És én mondtam is több helyen, hogy ugye az, hogy valami kötelezővé van téve a gyerekeknek, az néha egy kicsit befeszíti őket. Én is most voltam egy 15 állomásos turnét csináltam, egy motivációs turnét, és kötelezővé tették a gyerekeknek a megjelenést, aminek én nyilván örültem, mert mindenki ott volt az iskolában, és mindenki figyelte, de volt, aki egyébként visszajelzést... Csak az első mondat az, nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Nem, azt pont megtanultam, hogy ezt nem mondom, mert tudtam, hogy kötelezővé tették, viszont volt olyan srác, aki mondta, hogy hát ő az elején, mivel kötelező volt, neki egy kicsit ilyen nem jó szájízzel jött oda, de a végén megadott és megköszönte, hogy ott voltunk, és hogy ilyen jót beszélgettünk velük. Szóval ennek is lehet előnye, hátránya, tehát az, hogy kötelező, lehet, hogy még nincs kedve, de ha megtapasztalja, akkor lehet, hogy tök jól érzi majd magát. Most azon gondolkoztam, de lehet, hogy te ezt tudod, Gergő, hogy hányadik alkalommal van múzeumok éjszakája. Fú, most ezt megtapáltál, de... Megvan nekünk? De nagyon régóta már. Mert szerintem valahogy a folyamat az így kezdődött el, nem? Talán a múzeumok éjszakájával? Hát nyilván ezt én indítottam el. Komolyan? Igen. 16. alkalommal. Mert most már mindennek van éjszakája szinte. Igen. De ugye a múzeumok éjszakája az tényleg egy ikonikus, nagyon-nagyon fontos rendezvény. Igen. Még ide kapcsolódóan, ha már említetted ugye egy gyerkőcöket, meg korák nálad a gyerekek? 8 éves a kislányom, Karla, 7 éves a Denis, hogy most Na, lett 7 éves. Már tulajdonképpen azt is meg tudják fogalmazni, nem? Hogy apa engem mi érdekel, hogy mondjuk megfogta őket a szobrászat, a képzőművészet, a festészet. Szerintem ebben a korban már el tudják dönteni, hogy mi az, amit tetszik nekik, így van. De nem, hogy már mondanak, vannak ilyen igényeik, esetleg szóvá tettek valamit, most említett az, hogy majd a Nemzeti Galériába ugye menjetek vissza, de hogy mondta ez bármelyik gyerek is, hogy azért ez a munkácsi, ez a munkácsi Mihály, ez jó festő volt. nyilván ennyire nem. Még nem, tehát azért próbálom őket még gyereknek hagyni egy kicsit. Ja, de ha nyilván gondolom, lenne ilyen nyitottság nem. bennük, akkor... De nem, csak hogy felfigyeltek-e esetleg akár egy olyan festményre, vagy festőre, tudod, ami... Ja, hát olyan múzeumban nem voltunk, tehát olyan múzeumban, ugye Nemzeti Galériában ott... bábelőadások voltak, és bábokat néztek, meg a hangszergyűjteményben hangszereket. Igen. Nyilván ez mind a kettő nagyon vonzotta őket, oda mondták, hogy oda szeretnének visszamenni, és érdemes is többször ellátogatni ezekre a helyekre. Ugye rengeteg családos program lesz, ahova a gyerekeket is, nagy családokat is várják. Ugye családok évével összekarolva
van most a múzeum a Pészakája. Na, de azt még mondjuk el, hogy nálatok is egyre nagyobb a család. Mert ugye most fog a negyedik gyerkőt születni? Most fog, így van, hamarosan, nem sokára. Hát, most már nagyon kevés, van egy hónap körülbelül. Kislány, kisfiú? Kislány. Kislány. Hogy fogják hívni? Párba leszünk. Ja, igen, pont. Hogy fogják hívni? Azt el lehet mondani? Nem, azt még nem mondom el. Nem? De már tudjuk egyébként. Aha. Jaj, megvan a név. Aha. Ez én Babona? Egyébként? Nem. Majd én ki csak megosztom. Csak akarod, hogy a bulvár így mindjárt ezt lecikkezzem. Aha, majd én azt úgy megosztom majd szépen. Megadom az idejét. Igen. Jó van, hát Gergő, nagyon-nagyon örültünk, hogy eljöttél. Én kimondottan örültünk egyébként a te jelenlétednek, ennek a kezdeményezésnek is, hogy ugye mellé álltál, te vagy az Arca a múzeumok éjszakájának. És akkor most szombaton. Hétvégén. Így van. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.